A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 359. éneket, az első versét fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. És mivel ez az ének nagyon szépen összefoglalja az Úr Jézus mennybe menetelével kapcsolatos bibliai tanítást, hadd kérjem, hogy aki nem szokott énekelni, kövesse ő is a szövegét legalább az énekeskönyvből. 359. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Imádkozzunk! Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te hallottad az énekben elmondott imádságunkat is. Magasztalunk Téged azért, mert tökéletesen elvégezted a mi megváltásunk munkáját, és mennyei dicsőségedben is, mint megöletett bárány vagy jelen. És áldunk Téged, Úrunk, ma este különösen is azért, hogy mennybe meneteleddel nem hagytál minket magunkra. Nem mentél ki ebből a világból, sőt, még inkább lehetővé tetted, hogy mindenki, aki hozzád kiállt, és utánad vágyakozik, az találkozhassék veled. Köszönjük, hogy így van, ahogy énekeltük, bárha nem látunk szemünkkel, de hitünkkel megtapasztalunk. Magasztalunk Téged valahányszor fölismerhettük a Te munkádat az életünkben. Köszönjük, amikor láthatjuk hatalmas cselekedeteidet, amiket ma viszel véghez ebben a világban. Kérünk, hogy légy itt jelen most is közöttünk, úgy, ahogy ígérted, igéd és szent lelked által, mert nagy szükségünk van rád. Legyen a Te igéd vigasztalás, bátorítás mindannyiunk számára. Hadd kerüljön életünk a Te világosságodba. Köszönjük, hogy ma is Te vagy a világ világossága, és aki Téged követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Segíts minket így helyesen tájékozódni, a valóságot látni, önmagunkat megismerni, de még inkább Téged, aki közel vagy ma is mindenkihez, aki hív Téged. Ezzel a reménységgel hívunk most is, hadd találkozhassunk itt veled, és ebben a találkozásban gyógyuljon, tisztuljon, erősödjék a mi életünk. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 9. részének első 22 verséből hallgassuk meg, ezt a hosszú szakaszt leülve hallgassuk.
ez a történet már az Úr Jézus mennybe menetele után történt. Figyeljük már közben, hogy a mennybe ment Jézus mi mindent cselekszik. Ma erre a kérdésre keresünk választ, amit kicsit közönségesen így fogalmazhatunk, hogy mit csinál Jézus a mennyben, miért ment ő föl a mennybe. A Cselekedetek könyve 9. részéből olvasom az igét. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz. Hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Ő így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás, az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: itt vagyok, Uram! Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj föl, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg a Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról. Mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Az Úr ezt mondta neki: menj csak el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás elment, bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta: testvérem, Saul, az Úr küldött engem. Az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél. És azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután fölkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? Saul azonban egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítván nekik, hogy Jézus a Krisztus. Kedves testvéreim, a Bibliából mindnyájan tudjuk, hogy Jézus Krisztus a feltámadása utáni 40. napon, miközben sokaságot tanított, és a tanítványaihoz külön is szólt, egyszer csak fölemelkedett, és egy pillanat alatt egy felhő eltakarta,
és azóta őt senki nem látta ezen a földön. Ő ezt előre meg is mondta, hogy őt senki nem fogja látni, csak akkor, amikor majd visszajön nagy hatalommal és dicsőséggel. Ezen a napon tehát a fordítottja történt annak, ami karácsonykor. Karácsonykor Jézus, az Isten mindenható fia, a láthatatlan világból belépett ebbe a láthatóba. Mennybe menetelekor ebből a láthatóból visszalépett a láthatatlanba. Nem felszállt valahova a csillagok közé, hanem egy pillanat alatt eltűnt tanítványai elől. Így olvassuk, hogy egy felhő eltakarta őt. De vajon mit csinál Jézus azóta? Olyan kedvesen kérdezte ezt egy fiúcska, amikor erről beszélgettünk, mit csinál az Úr Jézus azóta, hogy visszament a mennybe? Mondd-e elő valamit a Biblia? Mondd bizony mégpedig nagyon fontos dolgokat. És ez, amit a Biblia erről tanít, ami reménységünket, hitünket erősíti, vígasztal, bátorít és meggyőz arról, hogy Jézus valóban nem hagyott magunkra minket. Megint azt kell mondanom, úgy, ahogy megígérte. Nem hagylak titeket árván, mondta a tanítványoknak, miközben búcsúzkodott tőlük. Eljövök ti hozzátok. Hogyan éljük mi át az ő jelenlétét? Mit csinál Jézus, mióta fölment a mennybe? Mielőtt fölment, visszament, csodálatos precizitással számot adott az atyának. A János evangélium a 17. részében, az úgynevezett főpapi imában tömören, de nagyon szépen elmondja, hogy atyám, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Most azért dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amivel már a világ teremtése előtt én rendelkeztem. Én megdicsőítettelek téged, kijelentettem az embereknek a te nevedet, befejeztem a feladatot, amit kaptam. És így ment vissza Jézus a mennybe. Tanítványai pedig itt maradtak nagy rémületben, hogy most vezető nélkül, védelem nélkül, bizonyos értelemben feladatok nélkül, vajon mit évők legyenek. És nagyon hamar meggyőződhettek arról, hogy nem maradtak vezető nélkül, nincsenek védelem nélkül, és nagyon is pontos programot adott nekik az ő Uruk, amit ráadásul nem is egyedül kell teljesíteniük, hanem a mennybe ment Jézussal együtt. Hogyan értsük ezt? Jézus sok-sok munkája közül, amit a Biblia említ, szeretnék most négy olyat megemlíteni, egy-egy igével is szemléltetve, amit mindjárt mennybe menetele után tapasztalhattak az övéi, és szeretnék négy másikat említeni majd, azt inkább csak rövidebben, amit ő azóta is folyamatosan, isteni hatalommal és kimondhatatlan szeretettel végez. És ha valakit csak ugyan ez érdekel, hogy mit csinál Jézus, mióta fölment a mennybe, akkor megtelhet a szíve örömmel, hálával és bizalommal iránta, ha ezeket komolyan veszi. Az első, amit mennybe menetelekor mondott ott a tanítványoknak, néhány perccel azelőtt, hogy eltűnt előlük, ez a Máté evangéliuma utolsó mondata, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem azt mondja, hogy ti veletek leszek, és ez egyáltalán nem szőrszál hasogatás, és nem felesleges. Mondhatná ezt is, talán így logikusabb is lenne. Eddig is veletek voltam, ezután is veletek leszek. De ő azt mondja, hogy ti veletek vagyok. És ennek a fogalmazásnak ugyanaz a magyarázata, mint amikor a Jelenések könyvének az elején olvassuk az 1. és 8. versében, ahol Jézus bemutatkozik, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, aki van, aki volt, és eljön. Hát nem úgy lenne logikus, hogy aki volt, van, és eljön. Nem. Mert ő az örök van. És ez után már szinte fölösleges utána tenni, hogy aki volt, és aki lesz is örökké.
ő az örök van. Az ő istenségéből következik ez. Az ő szüntelen léte és jelenléte. És ezen semmit nem változtatott az ő mennybe menetele. Ezért nagy vigasztalás ez. Az volt az akkori tanítványoknak és az az ő mai tanítványainak is. Amikor mennybe menetele előtt percekkel mondja, hogy én pedig ti veletek vagyok. Továbbra is változatlanul minden napon a világ végezetéig. Az ő mennybe menetele annyit változtatott ezen, hogy attól kezdve a föld minden pontján, minden benne hívő tapasztalhatja az ő jelenlétét. Addig őt is kötötte az ő testi léte, egyidejűleg csak egy helyen tudott ott lenni. Azóta mindenütt ott van, ahol őt segítségül hívják. És még meg is erősítette, hogy különösen ott van, ahol az ő igéje hangzik, ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevembe, ott vagyok közöttük, mondja. És különösen ott van, ahol az ő nevében másokon segítenek az ő tanítványai. Ha egyel megtettétek az én legkisebbjeim közül, én velem cselekedtétek meg, mondja ezt az Úr Jézus az övéinek. Mit csinál tehát Jézus? Velünk van. Az ő jelenléte nem változott meg. A másik, amit 10 nappal Jézus mennybe menetele után nagy erővel tapasztalhattak az övéi, hogy mit jelentettek azok az ígéretek, amiket szintén tőlük búcsúzkodva, az úgynevezett búcsúbeszédekben, a János 14-15-16-ban mondott nekik, hogy nem hagylak titeket állván, eljövök hozzátok, egy másik vigasztalót küld az Atya, aki megtanít titeket mindenre, eszetekbe juttatja, amit én tanítottam, megtanít arra, hogy dicsőítsetek engem, elvezet a teljes igazsága, még olyanokat is megismertet veletek, amiket én most nem mondtam, mert még nem tudtátok volna elszenvedni, a Szentlélekre vonatkozó ígéreteket. Jézus ezt megígérte, és mindez be is teljesedett. Átélték az apostolok, és átéli ma is mindenki, aki Isten szent lelkét kapta az újjászületésben, hogy valóban belülről irányítja az övéit, olyan gondolatokat ad, amikre éppen akkor szükség van, vezeti az övéit, mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, csak ugyan nem hagyott minket állván, hanem a Szentlélek által ő maga tanít, vezet, véd, erősít, vigasztal, bátorít, megadja mindazt az övéinek, amire éppen szükségük van. A harmadik az a Márk evangéliumának az utolsó mondata. Nem tudom, hogy fölfigyelte valaki már arra, amit Jézus itt mondott az övéinek. Itt is a mennybe menetelről van szó, az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, fölemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. A tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Hogy együtt munkálkodott? Hát fölment a mennybe. Hát de megmondta, hogy veletek vagyok minden napon, semmi nem változott, csak az, hogy még többek számára hozzáférhető. Mindenütt és mindig hozzáférhető a vele való közösség. De akik azt csinálják, amivel ő bízta meg őket, azokkal ő együtt munkálkodik. Nem hagy minket állván a feladatok között sem. Ő nem olyan, mint sok rossz szülő, hogy na menjél gyerek, aztán próbáld, aztán majd lesz valahogy, majd tanulsz a magad kárán. Nem. Ahova ő küld valakit, oda elkíséri. Sőt, előtte jár, és átéli az ilyen hívő azt, amit Adi így írt, hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem. Kivonta kardját, megelőzött. A tanítványoknak csak mondaniuk kell azt, amit Jézus rájuk bízott. De ők nem tudják emberek szívét megnyitni, emberek konok értelmét megvilágosítani, emberi életeket megváltoztatni. Ez csak a dicsőséges Jézus Krisztus tudja elvégezni.
miközben az övéi hirdetik az igét, aközben velük együtt munkálkodik és megerősíti az ige hirdetést. Ahogy Babics írja a Jónás könyvében, te csak prédikál, Jónás, én cselekszem, mondja Isten. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Óriási ígéret ez. Képzeljük el, hogy teljesen járatlan, tapasztalatlan, kezdő bizonyságtevők voltak itt az apostolok. Egy nagy kiküldetés már volt, onnan jöttek vissza mindenféle tapasztalattal, az Úr Jézus nem győzte korrigálni, helyre tenni az ő beszámolójukat, de nem voltak ők rutinos igehirdetők, és sokan közülük analfabéták voltak, és őket küldi el az igehirdetésre. De nem egyedül. Velük együtt munkálkodik, megerősíti az igehirdetést, és az igehirdetést követik a csodák, hogy emberek hitre jutnak, megszabadulnak, megváltozik az életük, kapják Isten szent lelkét ők is, és hozzájuk hasonló egyszerű emberek viszik tovább az evangéliumot, és azokkal is együtt munkálkodik, és ott is nyitogatja a szíveket, és terjed az evangélium, és sokan kapnak üdvösséget. De nem azért, mert az apostolok ügyesek vagy okosak voltak, ők elkezdték mondani, ki tudja milyen remegő térdekkel és remegő hangon, mint ahogy néha mi, olykor én is végezzük ezt a szolgálatot. De vajon ezzel a bizonyossággal végezzük-e, hogy én ezt nem egyedül csinálom? Ő bízott meg vele, és mellékeli a megbízáshoz az ígéretet is, hogy együtt munkálkodik azokkal, akik őt vállalják, akik róla bizonyságot tesznek, akik bíznak abban, hogy az ige igaz, ma is időszerű, és az igén keresztül az élő, dicsőséges, mennybe mende, itt változatlanul jelenlévő Jézus Krisztus tud újjáteremteni embereket. Bízunk-e mi ebben? Ebben a bizalomban újra és újra meg kell erősödnünk, egymást is ezzel bátorítani, mert ez nem valami önszuggesztió, hogy valahogy próbálgassuk akkor csinálni, ez Jézusnak az ügye. A dicsőséges, mennybe ment Jézus, a misszió ura. Ő szólít meg embereket, ilyen magunkfajta egyszerű bizonyságtevőkön keresztül. Ez a harmadik. És a negyedik az, aminek talán a legfrappánsabb bibliai illusztrációja, ez a hosszú történet, amit az imént hallottunk. Ez tényleg fantasztikus, hogy mit csinál a mennybe ment Jézus. Ugyebár készen van a terv a keresztjének kiirtására. Egy nagyon átgondolt, precíz terv. Megvan az alkalmas ember is, aki ezt végre fogja hajtani. Ez a bizonyos tarzuszi Saul. El is indul, hogy az első akciót munkatársaival együtt, mindenre elszántan, papírjuk van róla, írásos felhatalmazással elkezdjék. És akkor a mennybe ment Jézus leállítja ezt az akciót. Megszólítja útközben ezt az embert. Bemutatkozik neki. Saul megkérdezi, hogy ki vagy te, aki beszélsz, mert nem látok senkit, csak nagy fényesség van. És Jézus bemutatkozik. Micsoda alázat. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz neked ezt abba hagyni. De nem lehetetlen. Nagy csend. Saul emészti ezt a mondatot. Ő tényleg üldözi, ha nem is Jézust, Jézus tanítványait, de akkor ő azonosítja magát a tanítványaival. Ő ezt látja, ez a Jézus az egészet? Mégis igaz lenne, amit hallott róla? Sok mindent hallott ő Jézusról, meg látta, hogy István véltanú hogyan halt meg. Neki voltak élményei ezzel kapcsolatban, csak az előítéletei legyőzték mindazt, amit hallott Jézusról. Aztán adj neki az élő Krisztus időt a gondolkozása. De érezteti vele a hatalmát. Amikor befejeződik a párbeszéd, Saul fölkel a földről, és nem lát. Úgy kell bevezetni oda, ahova nagy délrel, durral és küldöttséggel ment, hogy összeszedi a keresztjéneket. Úgy kell bevezetni. Egy lépésre tud tenni önmagától. Ennyire tehetetlenné válik az ember. Ilyen gyorsan tehetetlenné válhat. És jön 3 nap csend. És mit csinál a mennybe ment Jézus ez alatt?
szól egy ottani Krisztus tanítványnak, Anániásnak, hogy menjél el ebbe és ebbe az utcába, szinte utca házszám ott van, és ott találsz valakit, és majd mondom neked, hogy mit mondjál neki. Anániás megijed, mert a nevet ismeri. Tarzusi Saul neve hírhet volt a keresztjének között. Ő volt a hívők hóhéja. És az aranyos Anániás elkezd magyarázni Jézusnak, mintha ő nem tudná, hogy Uram, hát nincs itt valami tévedés. Hát ez egy gonosz ember ám. Ez a mi ellenségünk. Hova küldesz engem? Milyen sorsot szántál nekem? És a dicsőséges Jézus türelmesen meggyőzi ezt az aggodalmaskodó embert. Menj csak el nyugodtan, mert ő nekem választott edényem. Nagy dolgokat fog tenni ez a Saul. Még a neve is megváltozik, a szíve is. Mindene új lesz. Menjél csak el, és majd ott mondom neked, hogy mit mondjál neki. És becsületére legyen mondva ennek a megijedt tanítványnak, elmegy. Lehet, hogy ott volt benne, hogy az életemet kockáztatom, de elmegy. Aztán bekövetkezik a másik párbeszéd. És mi a következménye? Hogy Saul már aznap bizonyságot tesz boldog-boldogtalannak, hogy Jézus az Isten fia, és ő, aki tanulta is ezt a szakmát, meggyőzi zsidó honfitársait, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás. Ez meg az ő számára életveszélyes vállalkozás. De nem ezen spekulál, mert itt már őt Jézus irányítja. Jézus viszi őt oda, ahova megy, ő meg Jézust viszi magában, és miközben ő beszél, maga az Úr együtt munkálkodik vele, és megerősíti a róla való bizonyságtételt jelekkel és csodákkal. Mit csinál a mennybe ment Jézus? Ennyire szemmel tartja az övéit, mint ott akkor Damaszkuszban. Ennyire számon tartja az övéit, név szerint ismeri őket. Személyre szabott feladatokkal ajándékozza meg őket. De ennyire szemmel tartja az ellenséget is, és féken tartja. És leszállítja a magas lóról Sault, és meg kell tanulnia megalázkodni az Úr előtt. Leállítja az akciót, de elindít egy újabb akciót, hirdessétek az evangéliumot. Királyok, pogányok, mindenki előtt hirdetni fogja Pál is, mert Jézusnak is van terve. Nem csak az ellenségnek volt szép terve a keresztjének kiirtására. Jézusnak is van terve az övéi ellenségeinek a megmentésére is. És neki is megvan az ember, a kiválasztott ember, akin keresztül majd munkálkodni fog. És az teljesen mindegy neki, hogy az most éppen még ellensége Jézusnak. Majd az ő mindenre kész, áldozatos híve lesz. És rajta keresztül sokaknak az életét meg fogja menteni. És mindez már a mennybe menetel után történt. Akkor, amelyik időszakban mi is élünk. És ehhez hasonló ma is történik. És akár minket is felhasználhat erre a mi Urunk. Akár úgy, hogy leállít, ha nagy délrel, durral vele ellenkezünk, akár úgy, hogy megbátorít, mint Anániást, és valami szép feladatot ad, és mi az ő egész tervét nem látjuk át, de annak egy szakaszát elmondja, és ha ott engedelmeskedünk, akkor jön a következő áldás, és a következő áldás, és visszatekintve csodálhatjuk őt, akinek valóban adatott minden hatalom menjen és földön, a Saulok felett is, meg az Anániások felett is, de mind a két társaságnak a javát akarja, azt akarja, hogy ne gyilkoljuk egymást ezen a földön, hanem tanuljunk meg egymásért élni, és eközben eljutni egy teljesebb emberségre, amelyik már nem is kiteljesedett emberi élet csupán, hanem amelyik az az új élet, amelyikben Krisztus az Úr, és ő vezeti, és használja az ilyen embereket. Ennyire bizonyosak lehetünk mi abban is, hogy ahogy akkor ott vigyázott az Úr Jézus az övéire, ugyanígy vigyáz ma is. Nem túlzás az, amit ő mondott,
hogy az ő egyházán a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Akármilyen saulok fenekedhetnek, akiket ő meg akar menteni, megmenti. Akiket ő azzal tüntet ki, hogy véltanúságig hűségesek maradhatnak hozzá, azokat azzal tünteti ki. De valóság az, amit szintén a jelenések könyvében olvasunk, hogy ő jobb kezében tartja a gyülekezet csillagát, és jár a hét arany gyertyatartó között. A gyertyatartó a gyülekezeteket jelentette, a gyülekezet csillaga a gyülekezet pásztora. És a szervezett keresztjén üldözés idején, mert János akkor írta a jelenések könyvét, Jézus biztosítja a benne hívőket, hogy ő jelen van. Ott jár kell a gyülekezetek között, és a gyülekezetek pásztorait pedig, akiket legelőször vittek el és dobtak oda kiéheztetett oroszlánok elé, azokat pedig a jobb kezében tartja. A jobb kéz a Bibliában mindig az erőnek, a hatalomnak, a ténylegesen gyakorolt uralkodásnak a szimbóluma volt. Ezt csinálja a mennybe ment Krisztus. Szemmel tart és számon tart minket is, szép feladatokat készít el minnyájunknak, amikor annak eljön az ideje, azt tudomásunkra hozza, még az is az ő kegyelmének a munkája, hogy megbátorít, hogy merjünk engedelmeskedni neki, és közben ő együtt munkálkodik azokkal, akik készek engedelmeskedni neki. Védi őket, vezeti őket, ad mondani valót a szánkba, hogy helyén mondott igét mondjunk, ad szeretetet a szívünkbe, mert az Isten szeretete töltetik ki azokba, akiket a Szentlélek újjáteremtett, és erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelenek erejét megsokasítja, és visszatekintve nem tud más tenni a hívő, csak áldani és dicsőíteni őt. Mint ahogy a mennybe ment Krisztust, az egész mennyei világ, sőt az egész teremtettség is szüntelenül áldja és dicsőíti. Erről szól az egész jelenések könyve, ezt most már nem akarom részletezni. Csupán mivel megígértem a másik négyet, azt már csak megemlítem, ha Isten éltet minket, majd jövőre áldozó csütörtökön arról lesz szó. Ez pedig az, amit János, az idős János, akkor már 90 év körül volt, azt mondják, mikor a leveleit írta, így ír az 1 János 2.1-ben, fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkezünk is, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Jézus Krisztus szószóló az atyánál. Mit csinál Jézus? Képvisel minket az atya előtt, képviseli az érdekeinket, amiket sokszor magunk sem látunk tisztán. Sok ostobaság után törjük magunkat, és a valódi érdekeinket szem elől tévesztjük, de ő nem. Ő mindent azért tesz, és úgy tesz, hogy az, ami javunkat szolgálja. Szószólónk, védő ügyvédünk, képviselőnk az atyánál. A másik, amit a Római Levél 8. részében olvasunk, hogy ő az Isten jobbján ül és esedezik érettünk. Máig emlékszem rá, hogy amikor édesanyám meghalt, az egyik gondolatom az volt, hogy ki fog értem ezentúl naponta imádkozni. Mert abban bizonyos voltam, hogy ő minden nap hordozott minden nyomorúságommal együtt Isten előtt. És éppen azokban a napokban olvastuk a zsidókhoz írt levelet, és abban is ugyanez a mondat előfordul, mint itt a Róma 8.34-ben, hogy Jézus mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. És ez nagy örömöt jelentett akkor nekem, hogy kedves volt az, hogy az édesanyám ki tudja hány évtizeden keresztül ezt gyakorolta, de ő nála sokkal nagyobb közben járom van. Hogy felejthettem ezt el? Jézus mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. A harmadik, amit ő maga ígért meg, hogy előre megy, és helyet készít az atyai házban a benne hívőknek. Aztán majd eljön értünk, azt mondja, magamhoz veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ezt jelenti meghalni a hívőnek. Eljön értem, és az elkészített helyemre magához vesz,
hogy attól kezdve még inkább együtt legyünk. Itt most hitáltal, ott pedig majd látásban. És a negyedik az, amit a jelenések könyvével kapcsolatban már említettem. Mit tesz Jézus? Már ez a válasz a jelenések könyvének, hogy mit tesznek ő vele. Dicsőíti az egész teremtett világ. Magasztalja szünet nélkül. Kicsiben a magunk gyarló módján ezt elkezdhetjük már itt, és aki mindvégig álhatatos marad, az oda érkezik meg, ahol ő vár minket és helyet készített, és még teljesebben magasztaljuk majd őt oda át. Erősödjön meg bennünk ez a bizalom, hogy a mennybe ment Jézus nem hagyott magunkra minket, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, Szent Lelke által ő maga erősít, vezet, tanácsol és véd. Aki neki engedelmes, azzal ő együtt munkálkodva megerősíti a bizonyságtételt, akármilyen gyarló is az sokszor a mi ajkunkon, és ilyen hihetetlen aktivitással irányítja az eseményeket, ahogy itt a Saul Pál történetében láttuk. És ő jó felé irányítja a mi személyes életünk eseményeit is, meg a világ sorát is. Imádkozzunk! Dicsőséges Úrunk, Jézus Krisztus, bocsáss meg, hogy olyan sokszor ezt mindenestől elfelejtjük. Olyan sokszor csak a magunk erőit méricskéljük, hogy mire vagyunk képesek és mire nem. Olyan sokszor felnagyítva látjuk az ellenséges erőket. Olykor még képzelődünk is, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek még reánk és szeretteinkre, mintha te nem lennél. Mintha nem te lennél az, aki az életedet adtad értünk, és ezért te vagy az, akiben a legnagyobb szeretet lakozik. Vagy nem te lennél az, akié változatlanul minden hatalom menjen és földön. Bocsáss meg, Urunk, a mi hitetlenségünket. És segíts el minket erre az emelkedettségre, erre a belső bizonyosságra. Ajándékozz meg ezzel a nagy örömmel és megalapozott reménységgel, hogy nyugodtan rád bízhatjuk magunkat, azokat, akikért felelőssé tettél minket, és ennek az egész világnak a jövőjét, mert a mi jövőnk a te kezedben van, és ott jó helyen van. Taníts minket engedelmeskedni parancsaidnak. És miközben engedelmeskedünk, enged tapasztalnunk, hogy velünk együtt munkálkodsz. Hogy milyen közel vagy azokhoz, akik bíznak benned. Ha csak egy kicsit is merünk bízni benned. Hogy mennyire halló távon belül vagy. Hallod a mi kiáltásunkat, és válaszolsz is arra. Így újítsd meg a mi ima életünket. Ezzel a bizalommal hozzuk eléd most azokat, akik különösen nehéz helyzetben vannak. Betegeinket, a nélkülözőket, a félelmek között gyötrődőket. És eléd hozzuk a te népednek az ellenségeit is. Te ugyanúgy le tudod szerelni őket, mint Sault annak idején. Sőt, ugyanúgy meg tudod változtatni a szívüket. Használj minket ebben is, adj ehhez nekünk szeretetet. Álhatatosságot, béketűrést. És taníts minket, Urunk, hogy tudjunk téged már itt magasztalni és dicsőíteni, és egyszer majd oda át az örökké valóságban, örökkön örökké. Segíts ebben a csendben most őszintén beszélni veled. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt egy másik áldozó csütörtöki éneket énekeljünk, a 360-nak az első három versét, egy kicsit barokkos a szövege, de szinte egy népszerű kis dogmatika benne van ebben a néhány versben, amit az Úr Jézus mennybe meneteléről a Biblia tanít, és annak a jelentőségéről. Az első három verset énekeljük, Szent Egek, minden boldogok hallják. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!